A COVID után újabb kihívások előtt áll a magyar turizmus. A szállodák és éttermek a megnövekedett energia és gázárak, valamint a folyamatosan, gyors ütemben, kiszámíthatatlanul növekvő élelmiszer és alapanyag árak miatt óriási bajban vannak. A vendégek már most kezdenek megfogyatkozni, az idegen forgalom szereplőinek kényszerű áremelése pedig nem javít a helyzeten. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke a helyzet javítása érdekében a környező országok probléma megoldásait is felméri. Sok-sok összetevős ez az egész. Pont ma hajnalban értem haza Olaszországból egy szakmai útról, és még jövő héten is megyek ki, aztán majd Luxemburg felé veszem az irányt. Pontosan a jó gyakorlatokat nézzük meg és tanuljuk meg, amelyet majd a kollégáinkkal fogunk megosztani itthon, mint akár a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. Sok mindent látunk, a térség összefogása, a vállalkozási szektor összefogása, érzékenyítése a piacnak, illetve alternatív energiaforrásoknak az igénybevételét, hogy lehet a legoptimálisabban kezelni. Hát ez az, amit most tanulunk, és minél rövidebb idő alatt át szeretnénk adni a kollégáinknak, hogy minél kisebb vérveszteséggel éljük túl ezt az előttünk lévő 1-2-3-4 hónapot, vagy akár 1-2 évet. Egy szálloda vagy étterem túlélésének és fennmaradásának szempontjából jelenleg az egyik legfontosabb kulcskérdés, hogyan tudja racionalizálni az energia felhasználását. Akár negatív, akár pozitív irányba tesszük, nem lehet tudni, hogy melyik a jó út. Tehát az, hogyha villannyal sütünk, főzünk és ezzel fűtünk, az, hogyha maradunk a gáznál, vagy az, hogyha egy kazánt, egy fatüzeléses kazánra állunk át, vagy éppen napenergiát, vagy a földenergiát használjuk, vagy ennek a teljes kombóját. Én úgy gondolom, hogy az lesz az utolsó, amely a legbiztosabb, hogy mindenből egy picikét is optimalizálni, akár a nyitvatartásunkat, akár a raktárkészletünket, akár átállni egy 0 kilométeres ellátási láncra, hogy a termelőtől egészen az asztalig tudjuk az útját az alapanyagoknak, és így egy sokkal kisebb raktárkészlettel, egy optimalizált étlappal, akár a wellness részlegnek az optimalizált nyitvatartásával, tehát egy szűkebb nyitvatartással, vagy éppen a szállodai szárnyaknak egy-egy lezárásával, vagy éppen kinyitásával tudjuk majd ezt a bizonyos expanziót lekövetni, amelyet a vendégek felé is mutatnunk kell, illetve saját magunk felé is. És egy vállalkozást azt azért hívtunk életre, hogy pozitívat termeljen, most pedig a nulla felé mutat sajnos. Az idegenforgalmat, a turisztikai szektort hatványozottan érinti minden csapás. Itt például kérdéses az is, hogy van-e helyettesítő termék, és ha van, milyen áron. Az ágazat nem kap elegendő támogatást. Október elején módosultak a szépkártyákra vonatkozó szabályok a turisztikai ágazat helyzetének javításáért. Ez ugyanis egy fontos támogatási formája, főként a vidéki turizmusnak, de erre a válság megoldásra úgy tűnik, ez is kevés lesz. A COVID alatt már sokan felélték a tartalékokat, így most még nagyobb bajban vannak. Felmerül majd a kérdés, hogy a kényszerűség szülte tartós üzemszünet és ideiglenes bezárások alatt az éttermek és szállodák hogyan tudják megtartani a munkavállalókat.